Szerintem most csúcsot fogunk dönteni nézettségben, különösen a hölgyeknél, mert ugye hölgyek nem horkolnak, mindjárt megfognak engem ezért. De előtte mondjuk el, hogy mi jön most, egészségügyi pénzeink következnek. A műsor támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Örülök, na, hogy figyelsz szóval, hogy az adás menetre, mert hogy ugye a horkolásról, annak ellenszeréről vagy kezeléséről fogunk beszélgetni kedvenc orvos szakértőnkkel, dr. Szegő Péterrel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És szerintem ez az, amely nagyon sok családban egyszerűen napi szinten felmerül, mert bármi... Éjszakai szinten. Szerintem napi szinten felmerül, mert éjszaka nem tud vele mit kezdeni egyszerűen. Szerintem nagyon sokan tudják, hogy mi... Hogy na, tehát, van, hogy... amikor az ember kék fotókkal ébred a bordái között, akkor igen, valószínű, hogy ott éjszaka valami probléma volt. Egyébként azt, hogy a hölgyek nem horkolnának, azt azért én átgondolom. Jó, én udvarias akartam lenni. Én udvarias akartam lenni. Rendben van, gavallérnak lehet lenni, de a hölgyek is horkolnak sajnos. Ez két dolgot kéne vizsgálni. Szétválasztanám azt, hogy mi van akkor, hogyha csak a hangjelenség van, uh-huh, és az, aki horkol, az mondjuk nem ébred föl rá, de a környezetében mindenki más igen. És mi van akkor, hogyha a horkolás az ennél tovább megy, és már egy alvás minőség romlást is okoz. Ez két külön jelenség, és az alvás minőségének a rontása az ebből a komolyabbik verzió, mert csak addig, amíg hangjelenség van, és ez zavaró, addig hát vagy megtanulunk vele élni, ami szerintem amúgy egyébként, ha van rá megoldás, akkor nem egy értelmes dolog, mert hogyha ez zavaró, akkor miért nem tudnánk megoldani, de ha az alvás minőségét rontja ez az egész, és mondjuk elbutuláshoz, cukorbetegséghez, magas vérnyomáshoz, elhízáshoz, ilyenekhez vezet. De melyik vezet oda? Azt honnan tudjuk? Tehát van olyan horkolás, ami nem, van, ami hát igen. Ezt otthon általában nehéz eldönteni. Tehát, hogyha valaki csak azt figyeli, hogy a környezetében lévők hogy alszanak, akkor esetleg fölfigyelhet arra, hogy a horkolás az nem egyszerű horkolás, hanem fuldokló jellegű horkolás, tehát az illető tényleg... Ez a horkantás? Nem, küzd azért az illető, hogy levegőt vegyen, uh-huh, ilyenkor a garat összeesik, és gyakorlatilag eltömeszeli a levegőnek az útját. Tehát, hogyha valakinek frusztrált légvételei vannak, tehát megpróbál levegőt venni, megpróbál beszívni a levegőt, de nem megy, és csak hosszas küzdés után egy ilyen nagy felhorkanással tud levegőt venni, ez már mindenképpen probléma, illetve hogyha kimarad a légzés, az is gond. Doktor úr, kik horkolnak? Tehát lehetett hallani sok mindenről, túlsúly, orrsövényferdülés, sok korra jár, más, alkohol előhozza. Ez mindig az, ez alapvetően mindig az. Két ember horkol Magyarországon, boldog meg boldogtalan. Tehát azért elég sokan vagyunk ezzel a dologgal. Tehát hogyha valaki, ezek egyébként nagyon jól leírták a dolgot, hogyha valaki túlsúlyos, orrsövényferdülése van, orkagyló duzzanata van, idősebb és már lazábbak a garatfalizmai, alkohol befolyásolja a dolgot, hogyha cukorbetegség miatt tönkrement a vegetatív idegrendszer, befolyásolja a dolgot, ha valakinek eleve olyan a fejnyak konfigurációja, az is horkoláshoz tud vezetni. Na jó, de legalább most 7-ig számolt, láttam, figyeltem az ujjait. Ebből mit lehet kezelni? Tehát ha valaki mondjuk elmegy az orvos intézetbe, akkor mit tudnak vele kezdeni? Hát alapvetően mindenképpen előtte egy fülorgégészeti vizsgálat kell, milyen a felső légutaknak a konfigurációja, illetve nem árt egy alvásvizsgálat, egy műszeres alvásvizsgálat, hogy azt kiderítsük, hogy az illetőnek valóban ebből mondjuk egy apnoéja van, vagy nincs. Hogyha apnoéja van, akkor mindenképpen be kell avatkozni, mert annak hosszú távon viszonylag káros hatásai tudnak lenni. Milyen a legkárosabb hatás? Hát ez magas vérnyomása lesz, elhízik, elbutul, cukorbeteg lesz belőle, napközben balesetet szenved, stb. Most, hogyha műtétekről beszélgetünk, akkor két dolgot lehet csinálni. Az egyik egyrészt az orkagylóknak egy lézeres megkisebbítése, illetve egy rádiófrekvenciás késsel történő megkisebbítése. A másik eljárás az pedig a lágyszárpadnak, illetve hát az invitorlának, ez a kis bumszli, ami lelóg a lágyszárpad hátulsó részéről, Tom és Jerry, vagy Jerry általában ezt szokta boxolni. Szóval ezt általában rezekáljuk, egy kicsit megkisebbítjük, illetve a lágyszárpadot alakítjuk át úgy, hogy annak a tartása egy kicsit merevebb lesz, egy kicsit feszesebb lesz az egész, és ezáltal a felső légút, a garantnak a rendszere nem fog összeesni. Ezt most, hogy így elmondta, azért elég ilyen, nem tudom, komoly műtétnek tűnik, vagy rémisztő műtét. Hát ez műtét. Mekkora műtét ez? Hát azért ez a kis műtétes kategóriába tartozik, tehát ezt járóbetegként szoktuk megcsinálni. Soha nem reggel... tudom ezt a mondatot kimondani, tehát nálam nincs kis műtét, én meglátok egy műtét. Ez egy napos, tehát reggel valaki bemegy, és este mehet haza, ez olyan műtét? Ez még annyira sem egy napos, tehát itt mondjuk 8-kor bejön, és 9-kor távozik, tehát itt nem egy óriási beavatkozásról van szó.
Utóélete is van nyilván a dolognak, tehát utána ez gyógyul, utána valamennyire fáj, illetve nem feltétlenül elég ezt egyszer megcsinálni, lehet, hogy ismételni kell. Ez az eredmény. Amire azt mondja a doktor úr, hogy alvásvizsgálatot, mit vizsgálnak? Azt, hogy mennyire jól alszik az ember, hogy a horkolásból erre lehet következtetni, aki horkol, azt természetszerűleg kevésbé jól pihen? Nem feltétlenül, hogyha valakinél gyanú van arra, hogy ő neki egy alvási apnoé van, akkor kiadunk neki egy készüléket, ezt felszereljük, illetve megtanítjuk, hogy szerelje föl. Ezt hazaviszi, fölrakja, ezzel otthon alszik, ez regisztrál viszonylag sok dolgot, ezt visszahozza, kiolvasjuk, és abból azért nyilvánvalóan látszik, hogy az illetőnek van-e problémája a légvétellel, stb. Szűk fél percünk van, ha ma valaki elmegy az orvosintézetbe, akkor mennyi idő alatt tudja lerendezni az összes problémáját, diagnosztikával, esetleg kisebb műtéttel, ilyesmivel? Egy hét. Egy hét alatt megoldható. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Egészségügyi percénket látták, hallották Szegő Péterre. A műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat.